Szép jó estét kívánok! Fehérvári beszélgetés ismét, maradunk a labdarúgó világbajnokságnál. Talán azt hiszem, hogy nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy Magyarországon már nincs olyan ember, aki olasz-holland döntött vár a VB-n. Vendégem András Krisztina, ismét sportközgazdászként, és a szlogenunk sem változott, az összes lényegtelen dolog között a foci messze a legfontosabb. Ha egyszer ezt II. János Pál pápa mondja, akkor hihetünk neki. Beszéltünk arról, hogy milyen beruházások és milyen gazdasági vonatkozásai lehetnek egy világbajnokságnak, jelesül a Oroszországban megrendezett VB-nek. Ugyanakkor nagyon fontos, nem különben fontos számunkra, hiszen azért követjük az eseményeket, hogy egy-egy játékos árában, illetve üzleti vonatkozásban milyen változásokat hozhat a szereplés. Önmagában én azt gondolom, hogy egy világeseményen szerepelni, és ez bármelyik világbajnokságra igaz, vagy Erdélyre, vagyis olimpiára, azokban a sportágokban természetesen, ahol egy játékosnak értéke van, ott az mindig nő. Tehát legyen szó kézilabdáról, röplabdáról, nem folytatom, a futballra pedig minden eddignél jobban igaz, hiszen ott tudjuk, hogy a futball más, ezt Zsolt Róbert és Kő András is megírta, hogy van sport és van futball. Mit jelent a játékosok számára egy-egy jó szereplés? Nyomon követhető-e a lárnövekedés? Nagyon sok impulzust adott a felvezetés. Ugye, hogy csatlakozzak rögtön, hogy az említett pápa nem csak ebben nagyon sok megszólalása lehetett II. János pápának a futballhoz kapcsolódva, és a játékos igazolásokhoz is. Tehát nem feledem, amikor az olasz bajnokságban anno 90-es években nagyon-nagy összegű igazolások indultak, akkor bizony arra is volt kiszólása a pápának, hogy a munka becsülete, és ezzel kapcsolatosan ezek az árak hogyan kapcsolódnak össze. De a mostani Ferenc pápának is egyébként folyamatos megjegyzései vannak a sport és azon belül labdarúgás szerepéhez. De a konkrét kérdésre visszatérve, mi kutatásban néztük ezt, hiszen most már nagyon könnyű és kényelmes a helyzetünk, hiszen léteznek olyan szakmai honlapok, amelyek mérik elvileg a labdarúgóknak, tehát ugye arra gondoljunk, hogy ezek a futballisták azon túl, hogy válogatottban szerepelnek, azon túl különböző klubok alkalmazásában vannak, és meg lehet nézni egy EB-VB előtti érték, majd meg lehet utána nézni az ő értéküket, és akár lehet különböző módszertannal, szakirodalmi módszertannal következtetéseket vonni, hogy kik is a nagy nyertesek, ugye nyertes alatt térve, akinek az értéke egy ilyen nemzetközi szereplés, akár EB, akár VB után nagyon nagyot nő, illetve hogyan alakulnak az értékek. Mi mindig is optimisták voltunk, így folyamatosan néztük. Egyébként az EB-k vonatkozásában volt az egyik legutolsó kutatásunk, és azt láttuk, hogy nem is kell kiemelkedően magas szereplést produkálni az adott válogatottnak. Fiatal labdarúgók értéke az, amelyik ilyenkor inkább megugrik, és bizonyos posztok, tehát bizonyos mezőnyben betöltött posztoknál erőteljesebbek az ugrás. De ugye visszatérve, a játékos piacnak van egy nagyon izgalmas dinamikája, hiszen alapvetően a bajnokságok szezonjait megszabdaló szünetek az, amikor a játékos piac most Wismajor helyzettől eltekintve, de nyitva van, és az átigazolások zajlanak, de azt is látjuk, hogy bizony egy ilyen esemény milyen klasszul megkavarja. Egyébként nem csak a játékosok, hanem most láthattuk a spanyol válogatottnak a szakmai vezetője kapcsán, ugye Lopeteginek az egyébként Real Madridhoz való igazolása, elfogadva az ajánlatot, és azt ugye közvetlenül a VB előtti bejelentése egy milyen őrült folyamatot indított el. Mert ugye ez már elkezdődött, azt gondolom, az Zidánnal, hiszen arra sem gondolom, hogy sokan számítottak, hogy a Madrid fényes szereplésekor azt mondja a vezetőedző, hogy ő ezt szépen, most befejezte. Igen. Tehát ez is egy nagyon izgalmas piac, erről kevesebbet szoktunk beszélni ezekről a menedzser edzőkről, de visszatérve a labdarúgókról, azért halljuk jól, és már folyamatosan zajlanak ugye a tárgyalás, merre megyünk, de ilyenkor mindig több ez, mint sportszakmai dolog, hiszen közben van egy másik játéktér, ahol a sportolók és azon belül a futballistáknak a márkaértékének a rangsorolása zajlik. Egyébként egy picit a sportolókról beszélhetek, és utána térek rá a labdarúgókról, akkor a Forbes-nak az első 10 listájában az az izgalmas, hogy gyakorlatilag egy labdarúgó fért be fel, tehát sokkal inkább a golf, más
második helyen a teniszvilága, illetve a kosárlabda van még jelen, és a labdarúgás, de hogyha most elszakadunk a nemzetközi, és csak a futballisták értékére gondolunk, akkor megint olyan összetevők vannak, és ilyen szempontból nagyon izgalmas kutatásokat mutattak a közösségi média, mennyire véleményvezérek, milyen a követ, tőjük, és mennyire aktívak, és abban az egyes bajnokságok megint nagyon különböző szerepet töltenek be, közösségi médián belül kiemelkedő mindenhol a Facebooknak a szerepe, de például az, hogy Twittert, Instagramot hogyan választják, abba már be kellett hozni a török bajnokságot is, mert kiderült, hogy ebben nagyon-nagyon erősek. És ugye pont egy szintén a VB-hez kapcsolódó izgalmas dolog, hogy az a Mesut Özil, akit hát egyébként is vártuk tőle, ugye itt ez a VB arról is szól, hogy az elmúlt világbajnok, meg az azelőtti világbajnok, meg az azelőtti világbajnok sorra kiesett, ugye sorrendben, illetve van egy olyan világbajnok, aki ki se jutott, ugye az olaszok. Ugye jelenleg kettő van, ugye a francia, meg az angol, akik ugye közel 98-2002 világbajnokok voltak, és most is ott vannak, ami megint a futballnak a dicsősége izgalmas, de visszatérve a németek kiesésére, ugye ott, amikor várták a sikert, akkor a Bayern különítménytől, Mesut Özil-től sokat vártak, aztán amikor kiestek, és ugye a labdarúgók meg a VB után elkezdték élni az életüket, lám a közösségi média és a magas követőszám visszafele sült el, mert ugye a német szurkolók úgy éltek meg, hogy a játékos mint egy megrázva magát, és a kudarcon túlmutatva már is nyaral, és ugye posztol, és igen, mutat bocsás, egy nyaraló képet. De ez hozzátartozik ugye a Gündogannal az Erdogan sztori, tehát azért azt se feledjük. Igen, folytatni, mert hogy ez egy ugye azért kezdtem adag. Erről beszélni, mert látszólag ezek távolra visznek, de nem. Mert amikor egy futballcsapat igazol, és annak a kommunikációs bejelentése, akkor az sokkal több annál. Egyrészt egy nagyon spéci kettős ügylet, mert valahol egy munkaerőfelvétel, de egyszer egy befektetés, és nagyon sok esetben egy sportszakmai szemponton túlmutató. És akkor itt megint eljutunk a gazdasági és a bevételi oldalakhoz, hiszen akkor egy csapatot, vagy akár egy bajnokságot lehet pozícionálni, ugye emlékszünk, most ugye Neymarra már megint más miatt nézünk, de amikor a Neymar igazolás Paris Saint-Germain, akkor gyakorlatilag abban benne volt nagyon-nagyon sok minden, az egyik a francia bajnokságnak abban az öt nagy bajnokságban a fölfele pozícionálása, de ez is egy szép történet, mert az már egy kicsit mutatta a 2022-es VB-re is Katarnak a szerepére. Viszont továbbra is a Premier League az élen. Ha megszámoljuk, hogy a Manchester City-ből 16 játékos van, 12 a Manchester Tottenhamből, 10 a Manchester Unitedből, és akkor még ott van a Chelsea és a Liverpool futballisták, és mivel nincs Juventus, és Paris Saint-Germain is elég kevés, azt néztem, hogy a Krasnodar és a CSKA Moszkva szerepel még a listán. De ha ezt vesszük valóban, tehát ezek az átigazolásokra felkapjuk a fejünket. Az összes többi az, hogy most nézzük, hogy Tiger Woods mi, hogy szerepel, én továbbra is imádom. Nem egyébként számít, most már nem is előtte van egy másik golfozó. Igen, de aki... nem számít nekem a Woodszal minden. És hogy LeBron végül is Los Angelesben kötött ki, holott én el tudtam volna képzelni a Golden State-ben, akkor Curryvel, Durant-tel, Thompsonnal, akkor aztán 100 évig ők de 16-ban ő második volt, és Federer volt a és hát Roger, persze Roger a mindenünk, hiszen Rómában pontosan ezért utazunk évről évre Rómába, hogy láthatjuk még a párizsi bajnokság előtt a római nagy versenyen. Különleges ő. A teniszvilága önmagában is különleges, de ezen belül Roger Federer. De kell hozzá Nadal, tehát kell hozzá ez az egész világ, azt gondolom. Tehát ez a VB is abszolút megerősítést jelent azoknak a kluboknak is, uh-huh. akik a játékosokat adják. Ez azt jelenti, hogy nem véletlen a Premier League, hogy a Championship-ben, tehát a másodosztály végén is több pénzt kapnak a klubok, mint amit mi el tudunk képzelni itthon. Az angol bajnokságnak elképesztő az egész rendszert, ahogy az FIA kitalálta az elejétől, az megint egy nagyon szép tudatos stratégia. Egyébként először a neves edzőkkel és az edző arcokkal kezdődött, utána ugye jött a Manchesternek az a szárnyalása és időszaka, amihez meg a
a David Beckham, növi fivérek, Riggs és hát ugye természetesen Alex Ferguson, de mindennek azért az egész működtetője az a közvetítési jog, tehát hogy egy bajnokság, amelyet ugye 4 évekre, és most már ugye a közvetítésekben messze nem csak a televíziós jogokra kell gondolni, de egy kiemelkedő áron értékesít, tehát egy olyan prémium termék, amihez, hogyha egy terméket hozzá csatlakoztatok nevében, akkor már is prémium terméké válik, anélkül, hogy hozzányúlnék, ugye a Carlsberg teljesen tudatosan így premizálta a saját termékét, ugye névadó szponzorként. Ha viszont az egésznek nagyobb a bevétele, akkor valóban így lesz, hogy az alatta levő osztályokba is egészen magas összegek mehetnek fizetésként. Még az jutott eszembe, amikor hallgattam megint a gondolataidat, hogy a belga válogatottnak ugye fölkaptuk a fejünket, hogy milyen nyelven beszélnek a játékosok egymással, hiszen adott egy ország, amelyik sok nemzetiségű, de ugye a flamandok által beszélt holland, a vallonok által beszélt francia, és a legnagyobb többség még német, és ezt képest a válogatottnak a közös nyelve az angol. Hát egyrészt állítólag azért, hogy egyik náció sem a nyelv használatában ne lehessen, hogy előnyben részesül, a másik pedig, hogy a játékosok nagy része, illetve az edzőik, akármilyen országból jönnek, megfordultak a Premier League-ben, így a közös nyelv az angol, például egy belga válogatottban, tehát valóban a Premier League-nek ilyen elképesztő hatása, nagyon sokrétű hatása. Igen, van a futballra. Meheleni, Genki, Standerlisből, Anderlechtből már nincs is játékos voltak éppen. Igen. Viszont nézzük meg a kis országokat, hogy azzal, hogy rohamosan nő a játékosok értéke, profitál-e belőle az ország? Tehát a közvélemény szempontjában nyilvánvaló, hiszen azért valljuk meg, nagyon sok játékos el kell most a játékos piacon, ott vannak a árgus szemekkel, egy külön szektort megtöltenek az ügynökök. A futballnak ezt a fajta működését nagyon-nagyon átírta és megváltoztatta a Boszman szabály, ugye az Európai Uniónak a szabályozása, ami alapvetően a szabad áramlások, a 4 szabad áramlásnak a biztosítása, az ugye az egyik legélesebb harcba a szabad munkaerő áramlás kapcsán, egy egyébként nem nagy nevű, de mégis ez a dolog a nevét örökre bevéste, ugye Jean-Luc Bosmannak az esete, ez a lejárt szerződés után nem fizethető, most leegyszerűsítettem, ennél egy picit bonyolultabb, ugye eleve megváltoztatta, és akkor nagyon megváltoztatta az utánpótlás nevelésre építő stratégiákat építő klubok, és akár az olyan országokat, mert az országokat is lehet ez alapján csoportosítani, hogy exportáló vagy importáló-e. Úgy szoktuk a kutatásban nézni, hogy jellemzően a transfer bevételek és kiadásoknak az aránya milyen, amennyiben a bevételek többek, akkor azt mondjuk, hogy ők alapvetően játékos értékesítésre szakosodnak, amennyiben vállalják azt, hogy jóval nagyobb kiadás, akkor meg úgy tűnik, hogy inkább importálnak. Tehát ez a nevelni vagy vásárolni szisztémára. Ezt a Bosman szabály nagyon-nagyon megváltoztatta. És akkor visszatérve, tehát ugye az értékesítésből hogyan profitálnak, ugye itt először klubszint, és akkor utána meg valóban lehet inkább bajnokságok, de mögötte levő országokra mondani, bár ugye a bajnokságokban is ezek a klubok, hogyha megnézzük a tulajdonosokat, akkor a futballban nem most kezdődött el, de nagyon jellemző a külföldi tulajdonlás, tehát hogy a legkülönbözőbb nemzetiségű a tulajdonos, és most ott a bevétel hogyan alakul, ugye ráadásul sok divíziósak ezek a sportváltók, tendenciájában ez még inkább így lesz, ez a színesedő sportvállalkozások. Tehát, hogy már messze nem csak azzal foglalkozik, hogy futballcsapata van, még csak nem csak azzal, hogy akár média érdekeltsége, mint ami anno a Milánnál Berlusconival, hanem most már szállodák, hotelek és a stadionra úgy gondol, mint bevétel generáló, és akkor már is szakadtunk, hogy nem csak futballban gondolkodik. Tehát egy nagyon színesedő sportvállalkozás az, ami a futballt jellemzi. Ennek egyike lehet a transferből származó pozitívum, bár ezek az igazán sikeres bajnokságok és csapatok, ezek inkább vállalni szokták, hogy ez egy negatív egyenleg, tehát őket inkább most arra a vásárlás jellemzi. És ugye valóban vannak azok a kisebb országok, amelyek, hogyha ügyesek, bár ebben is nagyon különböző. Néztük, hogy Magyarországról igazolni, tehát nekünk az igazi célállomásaink azok olyan bajnokságok, amelyek számunkra
számunkra elérhetők, és abból a tranzakcióból lesz majd igazán a nagy ugrás. Tehát mondjuk egy Lengyelország az egy nekünk releváns piac, tehát a magyar játékosok odaigazolnak, és vélhetően abban a tranzakció, amikor Lengyelország, a lengyel bajnokság olyan a klubja értékesít, adja Isten egy Big Five felé, akkor lehet ott a valódi nyereség. Ezért nem véletlen, hogy ezeknél a szerződéseknél így szokták kötni, hogy akár a második eladásnak a nyerességének x százaléka visszaillet, és akkor egy kicsit visszatértem arra a dilemára, hogy ez a megéri-e nevelni, hogyha a nevelési támogatást, ugye az a lejárt szerződéssel ez elvész. Igen, hát ha megnézzük, ugye ha a lengyel példánál maradunk, ugye Kecskés Ákos volt Szczecinben, aztán Nagy Dominik most visszakerült a Légiába, de az orosz piac is jelen van, hiszen azt tudjuk, hogy a Kádár Tamásék. Egyébként meg, ahogy a mostani átigazolási körképet nézzük, akkor ugye Szlovákia, Csehországba mennek, Romániába mennek. Meg egy nagyon izgalmas, amit a Nikolics és ugye a Sallói Dániel beír az MLS-ben, ugye ez nem a mi MLS-ünk, ez az észak-amerikai labdarúgó bajnokság, és lám megint milyen sokat jelent, hogy az első magyar labdarúgó, akiről azt látják, hogy milyen a hozzáállása, milyen a szereplése, egy könnyebb utat jelent utána már a második, meg a harmadik igazolásnak akár. Tehát, hogy olyan felelősségük van valóban ezeknek a labdarúgóknak, hogy egy országot képviselnek, és az utána a jövő, meg akkor az ügynökségi, tehát a futball ügynökségi kapcsolatok is kialakulnak egy-egy piac vonatkozásában, akkor könnyebb lehet a dolog. De tudja ezt a kapcsolatot ugye leírni is, most ugye sokat olvashatjuk a Rurák Balázsnak a kérdését, hogy na merre tovább és hogy lesz. Ugye az ő esetében nagyon hajlamosak voltunk, vagy vagyunk ítélkezni, hogy vajon jó döntés volt-e az Eindhoven után, mikor különböző bajnokságokat választott. De hát ezek nagyon nehéz, de tehát ugye valóban ő miatta kezdtünk el egyébként annó figyelni az Eredivízére, előtte különösebben nem néztük a holland bajnokságot, utána elkezdtünk ránézni az orosz bajnokságra, hirtelen kiderült, hogy milyen izgalmas bajnokság, egyébként a lebonyolítási rendszerét tekintve, a hatalmas ország nagyon különböző éghajlati viszonyokkal, az év egy nagy részén akár nem lehet játszani kinti pályán, tehát egy egészen más logikával működő bajnokság, mint amit mi eredendőn megszoktunk, vagy akár a nyugat-európai bajnokságok rendszere. Térjünk vissza, most itt állunk még ugye a negyeddöntők előtt. Igen. Ez egy nagyon fontos kérdés, a továbbjutás. Mekkora összegeket generál egy továbbjutás, egy világbajnoki cím? Egyrészt az országnak kérdezem, másrészt a klubnak, tehát annak a klubnak, amelyben majd a következő időszakban játszani fog, és mennyit a játékosnak. Én a logikáját szeretném megmutatni, mert a labdarúgásnak nagyon-nagyon klassz a rendszere, ugye olyan nagy összeget mozdít közvetítési jogok, kereskedelmi jogok, mérkőzésnapi bevételek kapcsán, és ezt mindezt ugye több évre előre eladva, hogy benne van a tartalékolás rendszere, azaz a versenykírója, itt a világbajnokságnál a FIFA, ugye egyrészt fizet a válogatottnak mögött levő nemzeti sportági szakszövetségnek, illetve a döntőben, vagy a világbajnokságra kijutott döntőben szereplő játékosnak, a klubjának. Tehát kompenzáció megy, ami egyébként értető is, hiszen a klub van szerződésben a játékossal, egy sérülés, vagy bármi esetén a valódi kockázatot igazán a klub, természetesen az egyén is, tehát a futballista vállalja. Tehát van egy ilyen kompenzációs logika, ami már bevételt generál. A másik nagyon fontos jellemző, hogy ezek előre tudhatók. Tehát ezt a FIFA előre elmondja, hogy milyen összegek járnak a döntőben, megnyerésért, ezüstéremért és a döntőbe jutásért, stb. Tehát ezek az összegek egyébként előre tudhatók, és meg is érkeznek mind a nemzeti szövetségek, mind az adott klubnak a számlájára. Ugye, hogy mennyi pénzt generál a játékosnak, ott visszatérnék, hogy azért ezek a valódi sztárok, akikről ugye az előbb már egy picit beszéltünk, őnekik nagyon sokszor a portfóliókban a sportteljesítmény után járó összeg, meg mellette lehet ez a márkaérték kereskedés. Ugye ebben azért az utóbbiban nagyon különböző, hogy mit tudnak generálni. A sport teljesítményért meg ugye őket elvileg, hát a válogatott esetében nem, de ott is különböző a válogatottak megtehetik, vagy a szövetség megteheti, hogy előre elmondja, hogy bizonyos helyezés esetén milyen összeggel részesíti
a keretben levő játszó labdarúgókat, tehát ebben egy kicsit ilyen pénzdíjasra is válhat. És ugye a harmadik tényező az meg a játékos értékének a növelése. Ugye azt gondolom, hogy nem csak a kupán való szereplés, vagy a VB-NB-n való szereplés, hanem már a válogatott kerettagság, tehát az, hogy válogatott egy labdarúgó, az is egy nagyon komoly értékkel bír, de egyébként ugye a játékos értéke, az mondtam, hogy nagyon sok tényezős, azon, hogy válogatott hány mérkőzést, milyen poszton játszik, mennyi idős, milyen a sérülékenysége, milyen a karaktere. Ugye ez is a Forbes listánál nagyon előjött, hogy a sport teljesítménye az egy dolog, de az, hogy mennyire hajlandó a média számára aktívvá válni, és mennyire alkalmas erre a fajta influencer, véleményvezér szerepre, ebben azért nagyon különbözők a sportolók. No, hát időnk végeztével egyetlen egy kérdésre maradt még lehetőségünk. Ki játssza a döntőt? Ezt megkérdeztem már tőlem, és az a csapat, akinek én hát szurkoltam, és gondoltam, hogy győzelemre ez kiesett, ugye ez a spanyol válogatott volt. Most, hogyha a Grésznotnak az elemzését nézzük, akkor a brazilokat hozza legesélyesebbnek, másodiknak említi, az angol válogatott 6-3-nak, Horvátországot 4-et, Franciaország, és akkor úgy megyünk végig. Én most szeretnék a kevéssé sanszosnak adott csapatnak dukkolni, úgyhogy mondjuk én örülnék egy orosz-urugváj döntőnek. Urugvájnak dukkolnék, de mind a kettőnek örülök, mert egy kis fricska lenne. Azt gondolom, hogy mindenre, ami diplomáciai meg gazdasági támadás volt. Suárez párbaj? Igen. Én horvát-brazil döntőt várok, és horvát győzelmet. Meg kell, hogy mondjam, hogy miért. Egyrészt, mert Kramarić, Perišević, akiket nem nagyon kedvelünk, Modricot ismerjük, Mandzukicot nem különben, de a Badej, ezeket a srácokat Hoffenheimben, ugye Szalai csapattársa, tehát én őket várom. Aztán majd meglátjuk, én azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy ki nyer, mert ha a spanyolok kiestek, akkor már nekem sincs favoritom. Krisztina, köszönöm, hogy megtisztelt. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a VB-ről beszélgettünk két adásban is András Krisztinával, a sport és a gazdaság kapcsolatát próbáltuk elemezni. Én azt gondolom viszont, hogy most közeledvén a világbajnokság döntőjéhez a legfontosabb az, hogy jó futballt láttunk mindez idáig, és nincs kétségem felőle, hogy ez továbbra is így marad. Tehát hajrá foci, hiszen még egyszer zárjuk keretbe a történetet János Pál pápával. Az összes lényegtelen dolog között a messze a foci a legfontosabb. Viszontlátásra!